Mindenkit nagy tisztelettel köszöntök a mai képviselőtestület ülésünkön. Iker Zsuzsanna képviselőasszony jelezte, hogy egészségügyi okok miatt nem tud részt venni a mai ülésünkön, úgyhogy ő most nincs itt, és így hát akkor 6 fővel vagyunk részt a mai ülésünkön. A kiküldött napirendi pontok, amely 14 plusz egyebek, van-e valakinek napirendekkel kapcsolatban észrevétele, felvenni vagy levenni való javaslata? Nincsen. Egyebekben lesz valakinek? Meglátjuk, hogy a végén van még egyebek, vagy ilyesmi. Jó, a Balogh Zoltán strandigazgató fog majd érkezni szerintem 6 óra környékén. Úgyhogy lehet annyit kérek, hogy a termálföldöt, ugye mert ott volt egy kis tolódás, hogy a termálföldöt tegyük hátrébb, és amikor megjön majd a Zoltán, az akkor vagyunk napirenden, de azt szeretném kérni, hogy akkor kezdjük a... Nem is tudom, melyikkel kezdjük akkor. Hármassal, igen. Hármassal, és akkor két termálföldöt pedig akkor később veszük a napirenden, amikor megjön a vendégünk. És Eszter Le István is azt mondta, hogy ő hétről a környékén fog érkezni, vagy most a fél hétkor. Amikor akkor így persze. Meglátjuk. Jó. Akkor a napirendeket abban a kisugalmassága kérem szavazzuk meg, hogy akkor a két termálföldős napirendi pontot akkor helyezzük, amikor megérkezik majd a vendégünk, és akkor többit menjünk szépen sorra. Aki így el tudja fogadni, ezt kérem készmeghatásra jelezzen. Köszönöm szépen. Akkor kezdjük a javaslat Leányfalu Nagyközség önkormányzat képviselőtestületnek Leányfalu Nagyközség 2021 évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének 3. számú módosítására. Tavaly esztendőben be a költségvetésünket kétszer már módosítottuk, és most volt a harmadik, a végső módosítása. A pénzügybizottságon volt a téma. A pénzügybizottság itt volt a Balogné Berend Viktória Gabriella, aki ismertette a módosításnak a fontosabb pontjait. A bizottság megtárgyalta. Én úgy emlékszem, hogy nem volt semmi fontosabb észrevétel, de esetleg van-e valakinek ennek fényében még azóta esetleg valakinek végülötte valami módosítással kapcsolatosan. Elnök úr. Köszönöm. Akkor szóval másik oldalra vannak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Hát úgyis, mint a pénzügyi bizottság alelnöke tekintettel arra, hogy elnök asszony ugye nem tud részt venni a testületi ülésen, szeretném tájékoztatni a nagy érdeműt, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta, és ugye állást foglalt abban, hogy javasolja az elért eredmények alapján a maximális jutalmat az ügyvezető igazgatónak. De és ezt a... Hármas távol. Még nem a termálföldre. Ja, bocsánat, bal. Módosítás, költségvetés módosítása. Ja, akkor elnézést. Bocsánat. Akkor, hát, igen, pénzügyi bizottság megtárgyalta és támogatta. Így van, nem volt senkinek se ellenvetése, úgyhogy akkor szavazást bocsájtom, aki a 2021. évi költségvetésünk harmadik számú módosítását el tudja fogadni, ezt készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen. Hat igennel. Köszönöm szépen. Akkor a következő pontunk. Tájékoztató Leányfalu Nagyközség önkormányzatának 2021. évi összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentéséről. Szintén volt a téma a pénzügybizottság ülésen. A belső ellenőrzés, ugye minden évben van nekünk lehetőségünk, vagy kötelezettségünk ilyet kérni, szakemberek jönnek és megnéznek egy-egy részét a hivatal működésének. A 21-es évben pedig, ami történt, azt neki, hogy egy tudasz, hogy röviden foglalja össze. A önkormányzatnak a működését vizsgálta a belső ellenőr asszony, illetve a kollégái. Összességében elfogadhatónak találjuk ezt a belső ellenőri jelentést. Én egy, pontosabban két szegmens találtam ki, amit arra kértem a pénzügyi bizottságot, hogy hagyjálassak el záradékkal, erre van lehetősége a jegyzőnek. Az egyik a
egy olyan területet érint, ahol nem értem, hogy miért jutott arra a megállapítása a belső ellenőr asszony, amit tett. Ezt vizsgálta, ezt a területet, ezt a... igazából, hogy lefordítsam, mert nagyon bonyolult a megnevezése, ilyenkor azt vizsgálta az állami számvevőszék, volt egy átfogó vizsgálat az önkormányzatokkal kapcsolatban, és azt vizsgálta, hogy a belső kontrollrendszer hogy működik, hogy mennyire korrumpálható, vagy egyáltalán, hogy van-e ilyen kockázatnak kitéve az önkormányzat a működése során. Minden önkormányzatnak ezen az ászvizsgálaton át kellett esnie, mi a legmagasabb, legpozitívabb minősítést kaptuk, tehát 5-ös minősítést kaptunk tavaly az ásztól. Ugyanezt a területet, ezeknek a szabályzatait, háttér dokumentumait vizsgálta a belső ellenőr asszony. Azt tudni kell, hogy ilyenkor rengeteg dokumentumot bekér a számvevőszék, minden dokumentumunkat rendben találta, és amit nem értek, hogy belső ellenőr asszony egy-két olyan alapdokumentumot, aminek meg kell lenni, és meg is van, ő nem beszélt velem, tehát vagy nem találta, vagy nem kérdezte, hogy megvan-e, és azt írta, hogy ezek hiányoznak, tehát ezt mindenképpen szeretném az áradékban leírni, hogy rendelkezésre áll, és hogy az ászvizsgálat sem emelt semmilyen kifogás ezekkel a szabályzatokkal kapcsolatban. A másik pedig kifejezetten a hivatalt érinti. A hivatalnak, a köztisztviselőknek a teljesítményértékelését kifogásolta, azt állította meg, hogy nincs teljesítményértékelési rendszere az önkormányzatnak. Most lehet, hogy nem kifejezetten itt az önkormányzaton belül a hivatalra gondolt. A hivatalnak, a köztisztviselőknek egy mindenfél évben teljesítményértékelésen kell átvennie, hogy nincsen, vagy nem jó a teljesítményértékelésük, akkor nem is kaphatnak semmilyen eltérítést, célfeladatot, tehát akkor és ez egy olyan rendszer, amit a köztisztviselői pályájukon tovább visznek, tehát bármilyen más hivatalban folytatnák a pályafutásukat, akkor ez egy rögzített, ez egy olyan, mint egy adatlap, ami nem törölhető. Úgyhogy a köztisztviselőknél ez teljes mértékben rendben van, nem is működhetnék szabályosan, nem lenne. Az óvodánál szintén rendben van, a faluháznál pedig én nem tudok arról, hogy bármilyen teljesítményértékelési rendszer külön elő lenne a faluháznál írva, de majd akkor a intézményvezető asszony esetleg kijavít engem. Illetve a faluház esetében, amikor év végi jutalmat ad az önkormányzat, akkor értékeli a faluháznak a működését, a kollégáknak a működését, vagyis a munkavégzését. Tehát én ezt egy intézmény esetében sem látom indokoltnak, úgyhogy ezzel az áradékkal, ez a két kiegészítéssel szeretném ellátni ezt a belső emberi jelentést, a többivel kapcsolatban pedig teljes mértékben láttam, hogy belső emberi asszonynak a megelégedésére működik az önkormányzat, úgyhogy kiállatást lehetett, hogy fogadja el. Köszönöm szépen. Esetleg valakinek, hogy esetleg az intézményvezetőnek van egy észrevétel ezzel kapcsolatosan? Nincsen. Testület részéről valakinek? Nincsen. Hogyha kérdés, ilyenkor mi a sors? Tehát megvan az áradék, ilyenkor visszaküldjük ezt áradékra? Ezt az áradékkal visszaküldjük, és nincs ez egy bármikor, hogyha lenne mondjuk egy 5 éves átfogó vizsgálat az önkormányzatnak, akkor a belső ellenőri jelentéseket megnéznék, de ilyen még ilyen jellegű vizsgálat még nem. Nincs összevétel. Elolvasnám. Leányfalu Nagyközség önkormányzat képviselő testülete megismerte Leányfalu Nagyközség önkormányzatának 2021 évét összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentéséről szóló tájékoztatót, és azt a jegyző által tett zárdékkal együtt elfogadja. Aki ezt nem tudja, szavazd ezt tiszteltetésre jelzze, kérem. Hát igen, köszönöm szépen. Ötödik, illetve a harmadik. Rendi pont. Leányfalu Nagyközség önkormányzata intézményvezetőinek a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatainak elfogadása. És itt összesen az előző nap rendi ponttal, megint megkérni az, hogy röviden mutassuk, hogy ez pontosan miről is szól, és mi a tartalmát. Még egyszerűen megfogalmazva, ilyen
kívánják, hogy minden az önkormányzatnak és az intézmény vezetőknek olyan minőséget kell tennie, hogy a működésük során mindent megtesznek és megtettek annak érdekében, hogy a szabályosság biztosítva legyen. A szabályosság alatt értjük a meglévő kötelező szabályzatoknak a meglétét, hogyha ezeket esetleg is önként felül kell vizsgálatni, akkor ezeknek a évről évre való jogszabálykövetését és a magának a működésnek akár pénzügyileg, akár jogi szempontból a működés megfelelőségén mindent megtettek. Tehát ez egyfajta nyilatkozat a vezetők részéről, hogy úgy gondolják, hogy ők megtettek mindent és hogy szabályosan is működtek. És ez megtörtént, tehát ezeket aláírásukkal ellátták az intézmény vezetőben. Köszönöm szépen, esetleg van-e az intézmény vezetők részéről észrevétel ezzel kapcsolatosan? Köszönöm szépen, köszönöm. A testület részéről kérdés, hogy bármifajta észrevétel nincsen. Köszönöm szépen. Akkor köszönjük egyszer szépen. Igen, köszönjük szépen. Leányfalu Nagykőség önkormányzat képviselő testülete megismerte a 2021. évre vonatkozóan Leányfalu Nagykőség önkormányzata intézményvezetőinek a belső kontrollrendszer működéséről adott nyilatkozatait, és ezt elfogadja. Aki ezt meg tudja szavazni, ezt kérjük vissza a választásra jelezni. Hatigért köszönjük szépen. Következő. Javaslat a Leányfalu Nagykőség önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására, végnéve zárszámadásra. Ugye szintén a múlti pénzügyzottság ülésen volt erről szó, pénzügyvezető asszony itt volt, ismertette a számokat, röviden talán összefoglalva annyit el lehet mondani, hogy a költségvetési egyensúly teljes mértékben fenntartva tartva, és egy jelentős mennyiségű céltartalékunk van, tehát az elmúlt évek pályázati tevékenységének köszönhetően jelentős mennyiségű pályázati pénz van a számlánkon, amelyek mind feladattal vannak terhelve, tehát ebben az esztendőben, illetve a jövő évben nagyon sok munka és feladat áll előttünk, a pénzügyi fedezet megvan. És az elszámadásnak a számai teljes mértékben a helyén voltak a bizottságülésen, tehát minden rendben volt. Esetleg azóta, vagy annak következtében van-e valakinek észrevétele vagy kérdése az elszámadással kapcsolatosan? Nincsen. Ugye nem is jött most el a pénzügyvezető asszony, mert a múltkor a kérdésekre válaszolt. Testület, bevételt kiadások, igen. Kiadási főösszeg 1.224.396.339 forint. Pénz van.
A pénzmaradvány az 1 milliárd 656 millió 974.786 forint. Hitelállomány nincsen. Tehát ez volt az első. Lejátszó nagyközség önkormányzat képviselő testülete az első paragrafus szerint 2 milliárd 881 millió 371.125 forint bevételi főösszeggel, 1 milliárd 224.396.339 forint kiadási főösszeggel és 1 milliárd 656 millió 786 forint tárgyévi helyesbített maradványjal az intézmények beszámolóival együtt az árszállást jóval hagyja. Aki ezt el tudja fogadni, azt kérem készmegtartásra jelezzem. Köszönöm szépen, ha egy hangú. Következő. Erőterjesztés az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról, valamint az önkormányzat és a polgármester hivatal által ellátott kormányzati funkciók szerint besorolt alaptevékenységről című előterjesztés. Azt is szintén a pénzügybizottság ülésen megbeszéltük, hogy amikor a tavalyi esztendőben elindult a Magyar Falu programnak az a lehetősége, hogy az állami tulajdonban lévő területek közül bizonyos ingatlanokat átadtak a helyi kormányzatoknak, akkor mi is jelentkeztünk, és mi is kaptunk ingatlanokat. Azt két hónap ezelőtt erről tárgyaltunk, külön lényegében egy igazán hasznos ingatlan van, Szöld utca ingatlan, egy kevésbé hasznos az fönn a Szentendrei Júli utcában, és több olyan ingatlanul a parton, vagy nagyon korlátozott módon lehet csak hasznosítani, ezeket elfogadtuk, és köszönjük szépen, és ennek kapcsán merült föl, hogy igazából a bizonyos elmaradásaink vannak az ingatlan a nyilvántartáshoz kapcsolódóan, és ezeket kellett most pótolnunk. És jegyző azt, hogy elmondja röviden, hogy mi volt ennek a tartalmi része, bár bizottság ülésen megbeszéltük ezt is. Maga a kataszteri nyilvántartás az folyamatos, úgyhogy itt van egy megbízott cég, aki napra készen karbantartja ezt a vagyonát lényegében az önkormányzatnak. Ez szükséges is, hiszen a minden pályázati elszámolás csak úgy nyújtható be, akár legyen ez egy egymilliós vagy egy nagyobb nagyságrendű, nincs jelentősége, hogy minden egyes vagyonnak vagy vagyonelemnek azonnal be kell kerülni a kataszterbe. Ezt tehát ez a cég ellátja, viszont rendeleti szinten is föl kell sorolnunk azokat a, mondjuk itt az adott ingatlanok esetében, be kell sorolnia, hogy a képviselőtestületnek a vagyonba ezeket az ingatlanokat, mennyire forgalomképes, forgalomképtelen, tehát milyen célja van ezzel, hogy ad is egy célt ezeknek az ingatlanoknak. Most ugye több új ingatlan kapott az önkormányzat, amelyek ennek a listának a részévé fognak válni. Ez egy folyamatosan változó, csak egy példát mondok, hogyha egy útburkolat, vagy egy földút burkolatot kap, akkor az már onnantól kezdve teljesen más besorolásra tartozik a kataszterben. És a vagyonnak a gyarapodása, ami ugye nagyon áldásos időszakban az önkormányzatnak már folyamatosan nagy vagyongyarapodás az, amin átmegyünk, és ugye ez jelentős, ugye látszik a költségvetésében is. Ez magával hozta azt, hogy olyan több szempontból is, hogy ugye a könyvelésnek is ezt követnie kell. Ezért van az, hogy egyszerre több mindent kell módosítanunk. A másik két módosítás az elsősorban könyvelés technikai célú, tehát a polgármester hivatal alapító okiratában olyan kormányzati funkciókódoknak kell megjelennie, ez egy elvárás,
amelyek mentén a könyvelést végzi. Csak egy példát mondtam ugye a múltkor, hogy most egy új, valószínűleg egy új kormányzati kódot kell fölvenni, miatt lesz a népszámlálás, az teljesen másképp kell annak a költségeit majd könyvelni a polgármesteri hivatalnak. Tehát ezeknek az adókontoknak a módosítása az egyrészt a feladatokkal jár együtt, az újabb feladatokkal, másrészt pedig a vagyongyarapodással. Úgyhogy egyszerűen remélem, hogy egyszerűen fogalmaztam meg, ezért kell ezeket az adókontokat módosítani. Jó, és akkor a maga a javaslat úgy hangzik, hogy Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete a Leányfalu Polgármester Hivatal alapító okiratát a határozat merítete szerinti tartalommal módosítja. Merítetet mindenki látta, aki ezt nem tudja foglalni, az kérem készre tartásra érdezze. Igen. Másik külön van, ugye másik? Igen. Egyenlőtérvesztésben van. Én vagyok rendben, mint a talalok is volt. A hivatal már meg volt az összes. Akkor az SMS-t olvastam föl, én nem veszek fel a telefonját. Akkor... Igen. Akkor kérem szépen, hogy a akkor második Leányfalu Nagyközség Önkormányzati Képviselő Testülete Leányfalu Polgármester Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló így külön, így ugye ezt mondjuk, olvasom csak egyet. De az SMS-t is különösen utána vagy olvatták a tervezést. Akkor aki a szervezet és a működési szabályzat megváltoztatását támogatja, ezt kér, tegye fel a kezét most. Köszönöm. És akkor a harmadik, aki a az önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló szabályzatot is meg tudja változtatni, ezt kéne most szavazzunk. Köszönjük szépen, és akkor jövő állat megszavaztattuk. Jó. Következő napjárni pontunk átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról. Ez minden évben szokott történni. Ez egy érdekes helyzet, hogy a Szentendre a központja ennek a szervezetnek és a járásnak a önkormányzatai benne vannak, és egy közös szervezetként látják el a térség gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait. Minden évben tudjuk a beszámolónak az elfogadásra kerül most sor. A beszámolót mindenki átnézhette, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta is. Esetleg van-e bizottság részéről, volt-e valami észrevétel? Köszönjük szépen, bizottságunk elfogadta. Köszönjük szépen. És javasolja. Az elfogadását. És meg is köszöntük nekik a munkájukat, mert sokat segítenek az önkormányzatok ebben a tekintetben. Jó, van-e esetleg valakinek azóta kérdése, vagy észrevétel? Nincsen. Akkor olvasnám. Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának képviselő testülete a gyermekek védelméről és a gyermekügyi igazgatásról szóló 1997 évi 31. törvény 96. paragrafus 6. bekezdés alapján előkészített a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról szóló átfogó önkormányzati értékelést a határozat merítete szerinti tartalommal, valamint a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2021. évre vonatkozó beszámolója elfogadja. Aki el tudja fogadni, azt kell készre tartással. Hogy egy hangból köszönöm szépen. Akkor következő. Javaslat pályázat benyújtására a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra. Szintén egy olyan témáról van szó, amelyet nem csak a bizottság tárgyal, hanem évről évre most már mondhatjuk azt, hogy rendszeressé vált. A belügyminisztérium írja ezt ki, és az a hivatása, hogy a településen élő legszegényebb rétegek téli biztonságát előteremtse, tehát hogy senkinek se kelljen megfagyni itt a hosszú hidegtereken, amelyek szerencsére mostanában már nem annyira hosszú és nem annyira hidegek, de mégiscsak akinek nincs fája, az nagyon megsírli. Az elmúlt években
nem is tudom, ez már mióta, de már egy elmúlt 5-6 évben rendszeresen pályázunk, és mindig kapunk 1,8-2,2 millió forint környéki tüzelőanyagot. Ez ugye arról szól, hogy a Pélisi parkerdőben kitermelt kemény lombú fákból kapunk meg egy bizonyos összegnek megfelelő mennyiséget. Ezt támogatja az állam, de a szállítás költségét, illetve ugye az elmúlt évben most már az alakult ki, hogy a személyekhez javarészt már feldarabolt, sőt aprított, hasogatott formában jut el ez a fa. Tehát magát a szállítást, a feldarabolást és a házhoz szállítást, ezt az önkormányzatnak kell hozzáraknia, ami nem kevés összeg, ez körülbelül egy ilyen 400 és 800 ezer forint környékén szokott lenni időnként, attól függ, hogy éppen milyen konstrukcióval tudjuk ezt megvalósítani. És esetleg a lakók 2 vagy 3 köbméter fát szoktak általában kapni, amely azért nagy segítség számukra. Ebben az évben is, és ugye az önrész miatt kell ezt ugye megszavaznunk, mert amit majd ha nyerünk támogatást, akkor ennek az önrészét kell az önkormányzat állni. Szerencsére a szociális keretünk az elmúlt évben mindig volt annyira tág, hogy bele tudott férni több ide ez a szociális önrész, tehát igazából a szociális keret ezt tudja fedezni az önrészt. Ettől függetlenül kérem szépen, hogy a testület járjon hozzá, hogy a fővérésünk megyünk ezen a pályázaton. Majdnem a bizottsági szinten volt erről szó, a bizottságot kérem, hogy röviden. Köszönöm, szóprogramosan. Az egészségügyi és szociális bizottság megtárgyalta, és továbbra is javasolja a jegyzőasszony felé, hogy ismét pályázza meg, és nagyon szépen köszönjük, hogy ezt megteszi nekünk. Köszönjük szépen. És mindenki javasolta, így hangulag elfogadtuk. Köszönjük szépen. És annyit még, hogy az elmúlt, tehát 2021. évnek a felszámolása megtörtént, a jegyzőasszony menedzselte, és minden rendben volt vele, úgyhogy ott el tudta szépen számolni, ahogy a korábbi évekkel is. Ugye ez is a feltétel a következő éves indulásnak, hogy ez megtörtént. Úgyhogy akkor felolvasom a megtervesztést. Tehát Leányfró nagyközség önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat települési önkormányzatok számára szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi 90. törvény 3. mellékletét 2.2.1. szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatást benyújtja a pályázatát. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy az ehhez szükséges 220.980 forint önerőt, valamint a tűzifa szállításából ideértve a rászorulókhoz való eljutatását is származó költségeket biztosítania kell, egyúttal igazolja, hogy a saját forrása 2022. évi költségvetésben a szociális keretben rendelkezésre áll. A szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgatást nem kér az önkormányzat. Kérem, hogy kézkartatással fogadják ezt el. Köszönöm szépen, hát igen. Következő. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatok pozsárgázásokról. Ugye az egy szóbeli tájékoztatás, megbeszéltük már egy ideje, hogy amikor lehetőség van, akkor mindig elmondjuk jegyzőasszonyon és alkoholdalmester úr, hogy hol tartnak az egyes pályázataink. Hál' Istennek mostanában sok pályázatot sikerült adnunk, és soknál sikerül is szeretnünk. Úgyhogy akkor most röviden én mondom, és akkor majd érdekletesek egyik hozzá, hogy valamit rosszul mondanék. Tehát a Ravasz László Emlékház egyházi gyűjteményes rendezvényközpont pályázata a végéhez közeledik. Éppen a szombati napon, május 21-én volt az ünnepélyes átfogója a kiállításnak. Ez ott úgy nézett ki, hogy az épület alsó részében látható emlékszobában, illetve a tetőtérében található kiállítóteremben megnyílt a kiállítás. Szép számmal jöttek el az érdeklődők, bent is voltunk sokan és kint is. Köszönjük a szervezést a non-profit vezetőségének, Lekoszki Beátának. Én úgy érzem, hogy rendben, szépen lement a rendezvény,
és ami azért talán még fontosabb, hogy nagyon szép kiállításra szeresültünk a kiállító térben. Aki ott volt, szerencsére azért voltunk ott néhányan, láthatta, hogy tényleg egy színvonalas kiállítás született. Köszönjük mindenkinek a munkáját, akinek benne van az elmúlt két és fél évben a sok-sok energiája és munkája. Én azt gondolom, hogy megérte annak fényében, legfőképpen, hogy mi volt ott korábban. Ugye tudjuk jól, hogy 30 éve már egy romos, romlózó épület volt, és nagyon rossz, csúnya, dzsungeles terület, és ehhez képest most egy tényleg egy nagyon szép objektum maradt, egy épület, és nagyon színvonalas belső tartalommal, és egy rendezvényteremmel. A következő időszaknak ad ezt a fontos feladata, hogy ezt a szép dolgot színvonalasra tudja működtetni. Az elmúlt időszakban megválasztottuk a Nonprofit Kft. Elnökévé Szelekoszki Beáta igazgatóasszonyt, ő a következő egy héten próbálja beindítani ezt az egész folyamatot, reméljük, hogy sikerrel, és akkor ő tovább is tudja majd ezt jól menedzselni. Nagyon sok a feladat vele, sok a probléma, sok a nehézség, de nagyon szép a feladat, úgyhogy bízom benne, hogy ez jó lesz. A bizottsági üléseken eddig is beszélgettünk volna, ezután is fogunk beszélgetni a működésről, úgyhogy most Robi, csak ennyit mondtam volna erről a dologról. Az elszámolás most fog majd hárulni leginkább. Jegyző az, hogy a Filip Juliannál, úgyhogy jelenleg is köszönöm, és sok erőt kívánok neki hozzá, hogy mindent sikerüljön időben begyűjteni az összes részszámlákat, és ezt szépen le tudjuk adni majd a megfelelő Lechner-központnak. Akkor tehát a Ravasz László, és akkor vannak még ott elmaradó munkák, vannak, tehát még van sok-sok minden. A következő bizottság ülésével beszámolunk az épület átadásának pénzügyi helyzetéről is. Következő a... Igen, bejártak, parancsoljon. Csak szeretném kiegészíteni, hogy vasárnap lehetőség volt bejönni ingyen. Mennyi volt az egész, hogy mondtad pár szót, teljesen egy jó alkalom arra, hogy... Hát mindenkinek nagyon szépen köszönjük a sok segítséget. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Külön köszönet Kezdes Névi Bogolnának és Szabó Kezdes Orsolyának, hogy egyedül kurátori munkáért, a kiállításért. Nagyon sokan eljöttek a kiállításra. Másnap, vasárnap lehetőség volt térítésmentesen megnézni a tárlatot. Délután 2 és 6 között 80-an jöttek el. Nagyon nagy siker volt, csak ezt szerettem volna mondani, hogy lehetőség lesz majd a múzeumok éjszakáján ismét eljönni, kedves Négyes Áron, 3 helyszíre, és ezt fogjuk majd promotálni minél többen, hogy a helyiek legalább egyszer látogassanak és nézzék meg a kiállítást. Azt talán fontos kiemelni, hogy ezek az alkalmak ingyenes alkalmak voltak, illetve majd lesz egy kettőnél, de a mindennapokban ez egy most már belépődíjas szolgáltatás, tehát hogyha bármilyen kedves és rokonszámos ember érkezik hozzánk, azért úgy kell állnunk hozzá, hogy ez már belépős lesz. Tehát hogyha bárkihez jön hozzánk is családtag, akkor nekem is őket már pénzét lehet csak bevinni, tehát nem lesz nagyon már ilyen lehetőség arra, hogy ingyenesen látogassuk, mert fontos az, hogy bevételt is termeljen az intézmény. Igen, de jelenleg még próbaüzemben vagyok, tehát még egy hétig legalább próbaüzemben vagyok, tehát most próbáljuk ki a különböző informatikai eszközöket. Nagyon bonyolult rendszer, de megismerkedett vele, és akkor kb. Egy hétig még ez a próbaüzem módban megy, és akkor utána jövök. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Bárkinek van-e hozzáfűzni magulat? Jöjjön, ez ravasztáztat vagyok, jó. A következő a bölcsőde. A bölcsőde, ugye, a közbeszerzési eljárásnál tartunk jelenleg, talán már ki is írtam, meg is jelenleg. Ha minden igaz, akkor már megjelent, ilyenkor van egy pár nap turánidő, hogyha kiállítás vagy bármi van, most már ott tartunk a megjelenést. Igen, a közbeszerzési eljárás elindult, és ugye izgulunk, mert azért az árak miatt valószínűleg nem tudjuk, hogy most fog alakulni, de próbáltunk. Ezt megbeszéltük, hogy kivettünk belőle 3 olyan elemet, ami nélkül is teljes értékű lett a bölcsődénk, és úgy van opcionálisan van hozzárakva, hogyha mondjuk olyan árak jönnek a közbeszerzési eljárásban, hogy nagyon magasak, akkor ebből próbálom egy kicsit játszani. Tehát az ott elindul. A következő a gyermekorvosi rendelő. Ott ugye tudjátok, hogy volt egy első körös közbeszerzés, ott nagyon magas árakat kaptunk, viszonylag magas árakat kaptunk a nettó 77. Nettó 110 környéki motágócsobajában eltelt egy
másfél hónap, ameddig átdolgozta a terveket Molnár Balázs Levente műszaki tartalom csökkentéssel. Újra kiírtuk, és ez a másfél hónap arra volt elegendő, hogy a csökkentett műszaki tartalommal is magasabb árakat kaptunk, mint korábban a teljes műszaki tartalommal. Úgyhogy most még magasabb árak érkeztek, ez az építőanyag árak emelkedését jelzi. Nincs rá pénzünk. Most az az eljárás van, hogy ezzel a két közbeszerzési eljárással és a csökkentett műszaki tartalommal tudjuk igazolni azt, hogy próbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, és írunk egy kérelmet a Magyar Falu Programnak a irányító hatóságához, hogy akkor egy ráemelést kérjünk, igazolva az, hogy mindent megtettünk az ügy érdekében, de nem tudtuk az állapot lejjebb tartani. Bízunk benne, hogy ezt pozitívan fogják elbírálni, és akkor legalább ezt második körös összeget. Ugye ezek úgy lettek írva, hogy mi ez a függő hatályú szerződés, tehát ez beletartozik az 3 hónapos időszak, ameddig ezt megpróbáljuk letárgyalni. Csak félő az, hogy mire oda jutunk, megint magasabbak lesznek az árak, és igyekszünk majd sietni az ügyben, hogy eljárjunk. Tehát a lényeg az, hogy most a Magyar Falu Programtól kérünk beemelést erre az összegre, hogy meg tudjuk valósulni egy ilyen valós rendelő. A kerékpárút projektje szintén a közbeszerzési eljárás írásában, talán már minden a közbeszerzési szakaszában, úgyhogy ott is bízunk benne, hogy napokon belül meg fog majd jelenni a írás. Ott is most még az, hogy két ok miatt csúszott. Az egyik, hogy az engedély beszerzése nagyon lassan haladt, és ugye itt van is egy érdekes információnk a katasztrófavédelemre, az mi volt pontosan? Igen, a leghosszabb időt katasztrófavédelemnek, mint szakhatóságnak a állásfoglalására vártak, hogy engedélyes szakaszok is, vagy szakasz is van a projektben, tehát muszáj volt az összes szakhatóság támogatását begyűjteni, és itt az merült fel, hogy eljárás jogilag, hogyha 60 napon belül nem adja meg vagy nem emel kifogást a szakhatóság, akkor megadottnak kell tekinteni, de most a katasztrófa vélem 60 napot várt, és annyira, tehát olyan érdekes, ilyen még sose fordult elő, hogy 100 000 forint eljárási díjat, hatósági díjat kellett befizetnünk, és mivel a megadott határidőn belül nem hozott döntést, ezt vissza is kell neki utalnia, de erről írtak is, hogy visszakapjuk ezt a 100 000 forintot, tehát elismerték, hogy nem vizsgálták a dokumentációt, vagy nem tudom, de megadottnak kell tekinteni, úgyhogy lényegében most már hatóságilag teljesen rendben vannak a tervek, kiviteli terv szinten is elkészült az anyag, tehát a közbeszerzéssel várunk most már. És van egy igazolásunk arra, hogy nem rajta múlt a projekt, hanem hogy a maga a vízügyi hatóságot tartalmazó katasztrófavédelem, főváros katasztrófavédelem csúszott az eljárással, tehát ők csúsztak nagyon sokat, úgyhogy erről van most már ilyen érdekes papírunk is. Jó, hát a lényeg az, hogy itt is a közbeszerzés el fog indulni. Amennyiben meg lesz a közbeszerzés és végeredménye lesz, ott is adtunk el opciónak, tehát próbálta a kiviteli terveket úgy megalkotni dr. Havasi Zoltán, hogy a különböző pontokat kiemelt, tehát mondjuk az Erkel utcai csomópont, vagy a Gyulai Pál utcai csomópont, vagy a Hunyadi utcai csomópont opcionálisan lesz benne, és hogyha az árak nagyon magasak lesznek, akkor ezeket tudjuk kivenni. A célunk az, hogy mindenképpen a Dunapalti kerékpár úton teljes országban meg tudjon újulni. Lehetőség szerint a hozzávezető utakat is le tudjuk aszfaltozni, illetve a Boldog-tonyai úti zebra is meg tudjon valósulni. Ez lenne, amit nagyon szeretnénk. Az, hogy a 11-esre való csatlakozási pontokat be tudjuk-e vonni még ebben a lehetőségben, ez már itt az anyagi helyzeten fog múlni, de bízunk benne, hogy ez a része legalábbis, ami a legfontosabb lenne, az meg tudjuk valósulni, hogy a 350 milliós keretbe reméljük bele fogunk érni, mindennek meg kell az ára sajnos. Kerékpárút, fürdő, termált fürdő beruházása, mint tudja mindenki már, vagy sokan tudják, 3 összegünk van rá. Az első a 250 millió forint volt, ezt még a Magyar Körítszakai Ügynökségtől, ezt még a János időszakában lett előirányozva. Aztán 391 milliót kaptuk a miniszterelnökségtől, és az elmúlt egy hónapban nyertünk meg újabb 250 millió forintot, ez pedig a topos pályázat. Az első az elindult, jelenleg a fürdő öltöző épületnek a felújítása folyik, erről a pénzügybizottságon beszéltünk is közösen volt csütörtökön, ez folyik, és a másik kettőnek a tervezése folyik.
hogy, és szerdánként van kooperáció, hogyha bárkit érdekel a hivatalos csapatból, tehát a bizottság tagokból vagy a testületből, akkor mindenki párunk szívesen szerdán 2-kor a fürdőbe. Bízunk benne, hogy egy szép fürdőnk lesz, milyen is el fog készülni. Nagyjából itt tartunk a fürdővel. Jó, ezek a fő projektek. Konyha. A Magyar Ford programban nyertünk 90 millió forint környéki összeget, 99? Majdnem 100. Majdnem 100-at. A tündőkert, óvoda és konyha működtetésében lévő étkező bővítésére, amelyhez egy kis konyha felújítás is párosul. A pályázati anyagot már tavaly elkészítettük a belügyminisztérium számára, hogy nem nyertünk, most a Magyar Forgóban nyertünk. Szába Pál a tervezője, most jelenleg folyik a pályázati anyagnak a kibontása és a kiviteli tervek kivaló alakítása. Voltunk fönn a konyhán, beszéltünk a vezetőasszonnyal, a konyhavezetőasszonnyal, folyik a munka. Reményénk szerint június végére állnak elő a kész tervek. Engedélyek megvannak már, mindenre most csak a terveket kell megcsinálni hozzá, és akkor júliusban lehetnek írni a közbeszerzési eljárásnak. Most nagy változást nem történt a múlt hét óta. Ja, igen, ugyanakkor a múlt hét pénteken ki lett írva, ugye van ez az épület felújítása és van eszköz beszerzés, a konyhai gépészetet tudnak felújítani, vagy szeretnék felújítani. Mosogatógépre kell gondolni, különböző zsámolyokra, ilyen fűtőzsámolyokra, tehát ilyen nagy teljesítmény sütőkre, és ennek az eszközbeszerzése megtörténik ennek a kiírása, azzal, hogy a cégek szerezzék be ezeket az eszközöket, és de a beszerelése az már csak augusztusban fog megtörténni, tehát amikor már kész lesz az épület felújítása, akkor lehet meg beszerelni a gépeket, tehát raktározniuk is kell a közbeszerzési eljárás keretében, amiben meg írva, hogy beszerzik és raktározzák, és akkor már csak augusztusban lesz beszerezve. De így akkor a árak talán még így tudunk spórolni, hogy akkor még ha az inflációt tekintjük, most még olcsóbbak a gépek, mint később lesznek. Ugye? Nagyjából. Összek vannak, és akkor ezen kívül most lesz egy kis beruházás itt a faluház és a polgármesteri hivatal közötti, a focipálya fölötti részen. Erre tavaly nyertünk még 4,9 millió forintot közösségi célú terület felújítására. Hát ebből a 4,9 milliót, 25 millióra pályáztunk, és 4,9-et nyertünk. Arra lesz elegendő, hogy egy kis sétány alakuljon ki a polgármesteri hivatal és a faluház között. Egy 1 méter 20 centi széles viakolorborítású járda lesz, és most ahogy arrébb ezt, tehát ha most arra mentek, érdekel, kicsit megváltozott már környék, mert az a focipályát körülbelül drótkerítés, amit volt felül, ezt most lebontották, és ők a kicsit lejjebb a fáknak a túloldalára fogják fölállítani újra a hálójukat. Nem drótkerítés lesz, hanem rendes fociháló, labdafogóháló, és itt most kialakult egy ilyen egyenesebb szakasz, és azt néztük itt most mind a kivitelezővel, Molnár Ferenc vállalkozóval, illetve a Lukács Pétert is kértem a tervezőket, hogy nézze meg, hogy akkor kicsit, tehát nem pont ott lesz az útvonal, ahol eddig volt, egy picit a pályához közeled, és ott egy viszonylag sík terület van, és csak egy-két fához érünk közeled. Tehát ott több fát tudunk távolabb lenni, mint a másik úton, és itt lesz majd valószínűleg a következő egy hétben a kivitelezése, és akkor meg össze lesz kötve ez a rész. Van, aki ezt megkérdezi, hogy szükség van arra, amikor van 15 méterrel följebb egy járda is, én meg azt mondom, hogy van, hiszen most is lehet látni, hogy teljesen ki van járva, mert az emberek szívesebben járnak itt a fák alatt, mint a járdán, főleg mikor a játszótérről mennek mondjuk a könyvtár irányába, a faluház irányába, tehát abszolút egy fontos és egy kiemelt terület ez, és szerintem nagyon jót teszünk azáltal, hogyha ezt megteszünk, sármentesítjük azáltal, és akkor a mindennapokban akkor ott sokkal könnyebben lehet majd közlekedni. Tehát egy fontos dolog, és szerintem a viakolóra meg azért kerül sor, volt róla szó, hogy kavicsal legyen felszúrva, de azon mind a közlekedés, mind a balkocsitolás, a kismotortolás, illetve a szemeteknek, ugye azért, amikor szurkolnak a fiatal emberek, a fiatal asszonyok, tök maknak, szóval a szétkötködése, tehát egy ilyen kavicsos útból ezeket nem lehetne kiszedni, tehát muszáj egy ilyen resegődhető, nem beszél a télen, mondjuk lehet akár halott is tolni volna, tehát mindenkiben praktikusabb lesz a félkővel való leburkolása ennek a fenntarthatóság végén is. Ez az egyik, ez elfogta a következő héten meg fog történni. Igen. Hogyan fog csatlakozni ez a mérés? Igen, úgy néztük most meg, hogy
nem hozzuk el, tehát nem hozzuk ki teljesen a sétányig, hanem egy méterre bejebb lesz vége. És mivel van egy másik pályázat, ami arról szólna, hogy itt ezt az orvosi rendelőknek a felújítása kapcsán a környéket is rendbe lehet lakni, megtartanak annak azt a lehetőséget, hogy akkor majd itt a rácsatlakozást megcsinálják, tehát most egyenesen jönne nagyjából idáig, de itt a végénél egy méterrel hamarabb véget érni, és akkor utána majd megnézzük, hogy fog kialakulni, illetve most nem ágasztatjuk le arrafele, de hogyha nyernék ezen a másikkal, akkor meg lehet is leállazást róla, hogyha... Mert tudjátok, hogy valaki mindig ott egyből fölfele erre, és van egy kiárás arra is, meglátjuk, hogy ha ez itt készen van, akkor is arra akarnak menni az emberek, és ha igen, akkor egy másik folyamban majd hozzá tesszük azt a nyilván is, arra gondoltuk, hogy mégis hozzá lehet oldani később is. És akkor igen, ez volt ez. És a másik, ami még úton van, mint projekt, az pedig a Erdész utca és a Jázin utca közötti járdaszakasz, illetve az Arszony Kálmán tér 20 megállónak a megközelítése. Itt már kivitelterek is megvannak az engedélyek a közúttól is. Azt hiszem, igen, azt mondta a mérnök úr. És a kivitelező, aki a Gyulai Pál utcának a járdáját csinálta, a kerékpárutat, és a Vereckei Mátyásnak a Fortisép Kártéje, ő lesz a kivitelező. És ő pedig azt mondta, hogy június közepén nem tudnak nekiállni a munkának, tehát akkor lesz a részt megcsinálva. Amúgy ők is lányfős illetőségű cég, a tulajdonos az lányfős lényegében mondhatjuk azt. Jó, ezek vannak most a folyamatban ezek bőjtek. Ja igen, és a frissen nyert pályázatok, tehát a Sasülés utca, a Boldogtonyi utca, Vadrózsa utca, illetve a Post előtti járdaszakasz, ott még nincsenek, ott a terveket dolgozza most ki a mérnök úr, ha meg lesznek a tervek, akkor kérjük ki is írjuk ezt, mert ugye itt is fontos, hogy mindig gyorsabbak legyünk. Azt szeretném, mint tavaly, hogy ezeket ha egy csomagot tudnánk írni, akkor amelyik cég elnyerné, az lenne feltétlen, hogy abban az összegből minél többet aszfaltozzunk le, tehát hogy ott még próbálnak így valami ügyeskedni, hogy hát a többet is be lehetne vonni. De ott még nincsen, nem megyük el odébb, hogy korábban voltunk sajnos. Most már rajta múlik ez. Jó, ezek voltak a beruházásoknak a rövid beszámolója. Van egy kérdés? János, parancsolj! Én holnap nem tudok sajnos is mit eljönni a kooperációra. Mindenképpen azt kérném, hogy ott vagy akkor hasonló. Ugye a két hete lesz, hogy beszéltünk a 250 milliónak a tervezéséről, és ugye itt voltak akkor a tervezők, és ugye abban maradtunk, hogy 2 millió forintot rádozunk a kútnak a dolgára, és hát ha jól tudom, akkor ebben nem nagyon mozdultak ők el. Tehát nem tudom, mert az Oli esetleg válaszolt, hogy megkeresték-e. Ugye megkapták tőled is a papírokat, az Oli is átküldött nekik minden, amit kértek a kútvizsgálatokról. Tehát jó lenne a leveleténk voltak, mert ugye ők azt mondták, hogy ez a feltétel, hogy ők lássák a kútnak a visszhozamát, azt szerint tudják megtervezni a dolgot. Na most ugye, hogyha ők ezzel nem sietnek, akkor nekünk nem lesz ennek az elkészült új szárnynak sem fűtése, sem melegvize. Mert ezért abban maradtunk, hogy ez egy feltétel, hogy akkor ők úgy tervezik, hogy ha nem is lesz kész a beruházás, akkor legalább azt az eszközt megvesszük, amivel ezt tudjuk biztosítani, hogy ne legyen egy kész öltözünk, amivel nincs fűtés és nincs melegvíz. Úgyhogy én azt kérem, hogy akkor valahogy ezt akkor ott hívjátok föl, vagy akkor ott lesz a Péter, és akkor a Péternek majd mondjátok, hogy ők ezt nagyon propagálták, megbeszéltük, beleegyeztük, elszántuk a 2 milliót, akkor mozgassák magukat, mert most biztos lesz, hogyha ott lesz őszer készen a cucc, és meg tud fűteni. Jó, köszönöm. Még azt hozzátartozunk, igazából utána a fűtési rendszer kész lesz, és a régi rendszer az volt, ugye tudjátok talán, igen, hogy a termálvízetésre be volt vezetve a padlófűtésre, és a termálfűzzel termálvízzel egyenesben fűtötték az épületet. Ez a lehetőség is most is adott lehetett volna, csak ezt el szeretném mindenképpen kerülni, hogy ne kelljen termálvízzel fűteni, mert az roncsolja a különböző szerkezeteket. És akkor ez az új projekt arról szólna, hogy a termálvízből, illetve a csurkószerből kinyert hővel, hőcserélő, vagy hőátalakítóval lehetne fűteni a termet, és erről szólna az egész új beruházás. Az is felmerült, hogyha nagyon elcsúszna ez a fajta dolog, akkor a beszerzett, tehát azt a hőcserélőt, vagy azt a hőcserélőt meg kell venni korábban, ami majd kell, és akkor be lehet állítani ezt időben esetleg. Tehát van egy időben megoldás, de jó lenne ezt elkerülni, és már a végleges megoldani, hogy ezt mindenképpen, tehát
valószínűleg nem fog fűtés nélkül maradni semmiképpen az épület, de jobban jelennek, hogyha már a végleges lenne kiépítve, mint ez a különböző ideges. Közbeszerzés is van a 250 milliót, amit ha csipkedjük ki. Köszönöm szépen. Igen. A kerékpárútnak a műszaki tartalmához kérdeznék, hogy a közvilágítás az mennyire van benne, mert ugye mindegy, hogy erről mit lehet tudni, hogy hogy van kiírva. Úgy van kiírva, hogy az engedélye, tehát ugye mi szándékaink szerint a végül kerékpárút mellett lentek volna napelemes világító testek. Itt a tavaly őszi lakossági aláírásgyűjtés, Dunai Poroszpartnál való feljelentés és egyéb következtében maradtunk, hogy egy új technológiát alkalmaznák ott, világít. Tehát a határcsárdától a Bódotonyai útig nem lenne közvilágítás, hanem ilyen fényvisszaverő vagy ilyen fénykibocsátó burkolattal lenne felszólva. És akkor igazából a kemping a Karinti háztól van világítás egészen a strandig, a strand alatti szakasz, ahol az úgy fog kérdezni a strand alatti szakasz, hogy a Hableány étteremtől a strand gazdasági udvaráig a jelenlegi Diakolor mellett megy a kerékpárút, és a strand gazdasági bejárójától pedig a 50 méteres pedence alatti szakasznál elválik, és ott egy nagyobb része így levágja azt a zöld területet. Erre azért van lehetőségünk, mert az önkormányzat területe, és ez egy engedélyköteles szakasz lesz ennek következtében, mert át lesz helyezve a nyomvonal, és ide kötelező nekünk közvilágítást tenni. Tehát hivatalosan mondhatjuk azt, hogy most úgy áll a dolog, hogy a Hableánytól a kempingig, a zöld békáig ott lesz közvilágítás, ilyen napelemes közvilágítás. Aztán ott fölkanyarodik ugye a kemping, volt kempingnél, a Kemping utcában van közvilágítás, Seres utcánál mennek a 11-es, és a Seres utcában is lesz néhány közvilágítási osztott, tehát ezek benne vannak, és ezt szeretnék is mindenképpen, ez fontos lenne. És akkor itt befele, meg akkor ez a derengés, igen, az még benne van a... Hát, a szándékaink szerint benne van. Csak hogy opciós-e vagy nem, ezt akartam kérdezni. Nem, ez benne van, úgyhogy bízom benne, hogy ezt sikerül is, mert az ott mindenképpen érdemes valamit, mert a sötétben nagyon nem lehet használni. Ezt akartam el, csak hogy... Akkor a jegyzőkönyvben is, hogy mire fontos. Tehát, hogy minap is volt az, hogy lány volt haza a Szentemérről, és a 11-esen kellett biciklizni, mert hogy nagyon sötét a bicikli út, tehát hogy ez fontos lenne, mindenképpen valami fény legyen. És nem csak a Péter lány, nem csak neked, igen, hanem most mindenki számára, aki már egy, és főleg télen mondjuk, igen, amikor még neked is sötét van, meg este is már 5-kor sötét van, akkor majd pláne. Tehát ez az ottlap. Az a fontos, az ott lakók nem szeret, én azt gondolom, hogy az ott lakók nem szeretnék azt, hogy ott lenne nagyobb mozgás, és ők ezért ezt nem szeretnék. De ettől függetlenül a jövő még csak arra fog szólni, hogy a 11-es túlsúfoltsága miatt a kerékpározásra nagyobb hangsúly fog tevődni. Nem beszélve a felújításról, tehát mondjuk a 11-es felújítás, ami elindul augusztus vége fele, akkor be fog állni, tehát akkor akinek van esze, az két kerékre fog pattani, mert a 11-esen nem lehet megközlekedni. Tehát a kerékpárút az egyre fontosabbá válik majd a bejárás szempontjából a városba, és azért, amit hozzá kell tennünk, hogy minél biztonságosabban lehessen használni. Köszönöm szépen. Van-e még hozzáfűzni való a projektek kapcsán? Nincsen. Akkor kérem, hogy fogadjátok el ezt a szóbeltájékoztatót. Köszönöm szépen, egy hangulat. Én magam is megszavaztam. Nagyon jókat mondtam. Jó, következő. Igen. Döntés az orvosi ügyelet üzemeltetési díjához történő hozzájárulás kérdéséről. Erről már több alkalommal beszéltünk, de engedjétek meg, hogy röviden, ha valaki most nézi majd a videó felvételt, akkor tudja, hogy miről van szó. Tehát az orvosi ügyelet itt 7 település a Dunakanyarban összefogott már sok évvel ezelőtt, és a Tótfaluban található épületben van egy olyan ügyelet, aki éjszaka, illetve hétvégente is ügyel. Ezt jelenleg egy tahitótfalusi doktor úr, doktor magyar Zsombor nevű doktor úr vezeti, és az lenne igazából ennek a módja, hogy a környékbeli települések házi orvosai minél többet ügyeljenek ott, és akkor ez így lehetne fönntartani kedvezményesen. De a házi orvosok egyéb leterheltségeik miatt csak úgy foghiasan végzik ezt a tevékenységet, tehát van, aki
jár, ügyelni rendszeresen, valaki nem jár, ügyelni rendszeresen. Emiatt külsős orvosokat is be kell vonni ebbe az ügyeleti rendszerbe, és az elmúlt időszakban hál' Istennek a bevételek, illetve az orvosi jövedelmek is úgy alakultak át, ha jól gondolom, hogy a paraszolvencia helyett inkább orvosi bérek megemelésével próbálták ezt rendezni. Mivel magasak az orvosi órabérek, ezért a Budapestén már ekkor 9000 forint, 8-9000 forint környéki órabérek vannak. Itt ő csak 4-4500 forintot tud fizetni óránként, és ezért nagyon nehéz orvosokat találni, külsős orvosokat találni erre az ügyeletre. És azt mondta, hogy most áll be az állapot, amikor úgy látja, hogy nem biztosított a második fél évben az orvosi ellátás ügyeleten. Azt a polgármestereknek címézték ezt a kérvényüket. A polgármesterek még összeültek, ez a hitelepülés polgármestere, és azt abban egyeztünk meg, hogy mivel most évközben nagyon nehéz ebben bármit kezdeni, kénytelenek vagyunk elfogadni ezt a kérést, és mindenki próbálja a második fél éves költségvetési támogatását megduplázni, hogy legyen évvégéig biztosítva az ügyeletnek a működése, és akkor évvégéig más forrást próbálunk keresni, illetve pályázni is próbálunk, illetve meglátjuk akár az országgyűlési képviselő keresztül, hogy van-e bármifajta más megoldásában, mert ez a ügyeletrendszer nem rajtunk, hanem országos szinten is sok helyen nincs teljesen rendben, és hát erre lesz valami központi akarat is, hogy ezt jobban rendezzék. Úgyhogy most idéglenesen azt kérték, és én is azt kértem a testülettől, hogy a képviselőktől, hogy szavazzuk meg. A második fél évben nekünk durva 1,5 millió forint lett volna, tehát egy évre 3 millió forintra támogattuk eddig az ügyeletet, fél évben másfelet, és ezt a másfelet kéne megemelni a duplájára, tehát 3 millió forintra, júliustól december 31-ig. És ez a kérvény megjárta már a Szociális Bizottságot, a pénzügyit is, és végül is a képviselőtől a bizottságra el tudták fogadni ezt a kérést, és akkor így jött ide be ez a napirendi pont, hogy akkor azt kérem, hogy akkor ezt a duplázást fogadja a testület is. Van ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése, hogy észrevétele? Nincsen. Köszönöm szépen a polgármesternek a segítséget. Ez úgy néz ki, hogy Lányfró Nagyközség Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a Tahitót falu Orvosi Ügyelet Kft. Ügyvezetőjének kérvényét, és figyelembe véve a fenntartó települések polgármesterének megegyezését, az orvosi ügyeleti ellátás biztonságának fenntartása érdekében 2022. második fél évében a pénzügyi hozzájárulás megduplázását elfogadja, nagyságrendileg 1 millió 800 ezer forint lesz, illetve 3 millió forint lesz a duplázása. Összesen? Igen, igen. Aki ezt el tudja fogadni, ezt kell készfenntartásra lesz. Köszönöm szépen. A pénzügyi bizottságon is volt erről szó. Itt is felhívjuk a Lányfró lakóinak figyelmét, hogy van egy olyan konstrukció, amiben a lakók, az utca lakók, tehát azt, amit látjátok, a fő útvonalakat mind az előző ciklusokban, mind most is próbáljuk általában javítani, illetve pályázatok útján felújítani. Ezek a lehetőségek arra jók, hogy a legforgalmasabb útjainkat, bekötőutakat, összegyűjtőutakat tudjuk javítani, vagy felújítani. Kisebb utcákra sajnos nincs lehetőségünk. Egy évben 5-8-10 millió forint az az összeg, amit be tudunk tervezni a költségvetésben, mint útépítésre. Számít összeg, és ez nagyon kevés. Ezért azt tudjuk ajánlani a lakóknak, hogy akiknél nagyon rossz az út, és nagyon szeretnének ezen javítani, és nem tudunk pályázni el az utcákra. Itt egy olyan konstrukció van, hogy 50%-ot összeadják a lakók, 50%-ot pedig a település hozzáad.
kérünk általában 2-3-4 ajánlatot, és akkor legkedvezőbbet lehet kiválasztani, és az alapján megépülnek az utak. Az elmúlt évben a Hásfó utcának egy szakasza épült így meg, illetve a Makkos utcának egy szakasza épült így meg, és még volt egy utca szakasz, ami így is újult meg. Régebben a Sólyom is volt. Na mindegy, és idén az első körben a Seres utcai lakók egy része fogott össze. A Seres utcának 2 nagy ága van, az egyik baloldali ágának a lakói, 13 lakó állt össze, és megnéztük, tehát 1.300.000 forint volt az, tehát a 1.300.000 forintot adtak be. 1.300.000 forint volt, amit hozzáraktak a projekthez, másik részét hozzárakta a település, de mivel ez az utcának a főső szakasza volt egy ilyen oldalág, ezért úgy döntöttük, hogy az alsó szakaszát még megcsináltatjuk, és akkor a Seres utca nagyjából rendben van. Cseresznyi utca, igen, Cseresznyi utca lakói, így van. Cseresznyi utca a legutolsó utcán, a irányában, Tahival határos utcáról van szó, aminek a legalsó szakasza egy 50 méteres rész a Tahitót falué, de a felső része az pedig Lányfalunak a tulajdonában van. És ez történt, akkor összeadták és leaszfaltozták az utcát. Egyébként, aki most aszfaltozott, volt ajánlottunk a helyi Deg József és csapata aszfaltozott, akik most kártyúztak is a település több utcájában. Na, és a lényeg, hogy így végülis ez történt, és akkor most már meg is történt, úgyhogy azt kérünk igazából utólag, és ezt támogassátok, hiszen a bizottsággyűlésen volt erről szó, és most már meg is valósult a beruházás. Úgyhogy aki el tudja fogadni ezt a beruházást, ilyen tudnak, azt kérlek készletetlenség hozzá. Köszönöm szépen. Ez az összeg nem állt, bocsánat, csak a nézőknek, tehát nem kodálva az összeg, nincs olyan sok pénzünk, de hogyha valahol így állnak, akkor igyekszünk előteremteni ezt a másik részét, de ha nagyon túl sok utcában jönnek, akkor nem tudom minden utcát egyéb megcsinálni, akkor kell átkodnak a jövő évű költségvetésnek is. Jó. Sikerült megnézni ezt a fürdőt? Akkor annyi van, hogy közben a termálfürdő két témáját néztük, és azt gondoltuk, hogy abban jegyeztünk meg a Zoltánnal, hogy ő később fog érkezni, de most nézte meg a jegyző asszony, hogy nem is fog megjönni, mert hogy ma van a Fürdőszövetség éves tisztújtó közgyűlése, nekem is mondtam, ez Dőkövesden, és ott van, és hogy nem végzett erre a délután órára se gondolom, most egész napos dolog lesz, hogy nem is fog jönni, tehát ő végig itt volt a bizottságülésen múlt egy csütörtökön, és minden olyan kérdést elbeszéltük akkor, amely szóba jöhet. Úgyhogy akkor a termátot is mindjárt sorra veszünk. Igen, akkor tovább megyünk, és akkor a végén a termátot is hozunk. Akkor most a 13-as, és ez tájékoztató a testületi döntések korábbi végrehajtásáról. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Viszontlátásra! Sziasztok! Igen. És akkor átadnám a Jánosnak a szót, illetve nekem a szót. Óriási volt a polgármester úr beszámolója, úgyhogy fogadjuk el, teljesen kimerítő minden van. Nincs olyan kérdés, akinek valakiben valami... Szerintem nem ragadhatott be senkibe semmi. Talán nem tudom, amíg az áramból beszél most, hogy ma volt az árambekötések, ezt a Kleinvillánál, meg az Oltánál, azt mondja, hogy okay. Ehhez kapcsolódik, hogy ide elolvastátok, nincs különösebb hozzá fűzővel, hogy mindegyik egyértelmű, de bárki valamit akar kérdezni, válaszolok. De ugye az áram kérdés. Nem fogom onnan kezdeni, hogy kérdés, de mindegy. Mert tulajdonképpen azért nincsen még jelenleg is, és azért volt probléma a lift is többek között ugye a látadáskor, mert tehát nincs végleges áram. De már most, mert már a hétvégén, vagyis a múlt pénteken a látadás előtti napon a Dermű végre bekötötte. Ugye elég vicces a kérdés, mert ugye a véletlen vezetéket azt neki kell csinálni. Ennek ellenére azt mondták, hogy csak akkor, hogyha mi furatjuk át a kerítés alatt a dolgot, úgyhogy van nehezen sikerült elérni, de egy nagyon vicces dolog, hogy ezt ahhoz kötik, hogy az ő munkájukat megcsináljuk mi, hogy ők adnak el áramot, de készen van, tehát elvileg most nincs semmi akadály a műszaki átadásnak a lezárására, mert akkor most a liftet is ugye üzembe lehet helyezni, illetve a öntöző áramlatot is ugye végleges áramról lehet működtetni. Meg hát az egész klímarendszert ugye azért nincs átvéve, mert tehát végleges áramról kell
most ugyanez a helyzet, de ott mondjuk kevés izgalmas a óvodának a háló a bővítése, hát azt még az én időmben kezdtük, már akkor véletettük az 1 millió forintot áldozni, akkor úgy volt, hogy kevés az áram a új sütőkre, de kiderült, hogy tulajdonképpen elég lett volna, de mindegy, már benne voltunk, így a bővítést kellett csinálni, tulajdonképpen látható, hogy a postánál készült egy doboz, és onnantól egész végig új oszlopokkal, ugye egy új vezetéket építették ki a óvodáig, és a mérőszekrényt, hát nem olyan régen telepítették ők le, amit nem mérőszekrény, hát egy fogadószekrényt kívül az utcára, és nekünk meg belőle kellett csinálni a belsőt, elvileg ez is készen van, csak annyi hiányzik, hogy ezt a szekrényt össze kell kötni a fogyasztási helyen a falon. Ez valószínűleg megtörténik, itt nem volt ennyire izgalmas a dolog. Ez az elég sok pénzbe került, mert a maga a bekerülés az 1,5 millió volt, meg 1 millió, tehát 2,5 millióban van ennek a... De most az aggódánál is azért elég komoly mennyiségű áram van. Na ezt megelőzendő, biztos, hogy bele kell várnunk a bölcsődénél most már, úgyhogy én meg már eszembe volt, hogy fogom kérni akkor a tervezőktől, rajtatok keresztül, hogy adják ide a külső közműterveket is el kell indítani, mert a csatorna is, víz is kell, meg áram is kell. Tehát ott még sokkal rosszabb a helyzet. Hát még gáz is. Ja, igen, meg még gáz is. Tehát ez húzós lesz, még ezekért kellenek a tervek is el kell indítani ezeket a dolgokat. Mert különben, két évet meghalt, vagy hármat ért el a logodánál ez a hálózatbővítés. Reméljük, hogy itt nem kell, és lesz áram. Meg hát, hogy most egy kapcsoló szekrényre például itt is ez a mi dolgunk, amiket ki kellett tennünk itt a Gányvillánál, mert olyan több mint 2 hónapot vártunk, mert nem lehet kapni ilyen szekrényt. Nincs. Erre számolni kell, tehát ez hiány a dolog. És bocsánat, csak itt az oldalán is ettől lehet tartani, hogy ha kapunk is jó ajánlatot, kérdés az, hogy amikor megy a beruházás, mit tudnak éppen venni hozzá. Tehát, hogy néha tégla nincsen, most már van, ahol cement nincsen, van, ahol vasak nincs. Tehát, hogy ez egy kivitelező, neki nem is tudom tudja megoldani, hogy tudja folyamatosan csinálni, amit akar, mert egyszerűen csomószor nem lehet kapni, nem alapanyagot, amire szükség lenne, amit kérdő még egy nagy veszélyforrása itt a beruházás miatt is. Jó, volt-e? Van-e ezekkel? Akkor nincsen hozzáfűzni való, akkor aki el tudja fogadni a testületi üléseken beszámolójára szóló leírat, azt kérem fogadja most el. Köszönjük szépen. 23-as, akkor most jön a 14-es. Az zárt lesz? De zárt, úgyhogy akkor csak megyünk az első kerületben. Igen, bocsánat. Igen. Akkor ma termelfődő? Igen. 15-ös, igen. Ugye meg egyébek. Igen, csak az a baj nekem. Meg az előbb a termelfődő. Igen. Termelfődő Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója, az ügyvezető igazgató munkájának értékelése. A pénzügyi bizottságon volt erről szó. Egyrészt a felügyelő bizottság 2 tagja itt volt, a harmadik pedig írásban is megerősítette, elmondták a tapasztalataikat, a feladataikat, javaslataikat, és végül is írásban megkaptuk azt, hogy ők az igazgató úr számára jutalom lehetőségét javasolják. Azt elmondtam, ott is el kell mondjam, hogy amikor felvettük a új főigazgatót, akkor magasabb bért kért, mert mondtam, hogy az előző igazgatónak sem volt magasabb, ezért neki is lehetünk magasabbat adni, de benne van a lehetőség, hogyha tisztességgel végzi a munkáját, akkor termizálásra próbálunk ezt kompenzálni. Ez 2020 tavaszán történt, aztán 2020-ban, 2021-ben pandémia volt alkalom, amikor ő maga is lecsökkentette a saját fizetését felére, mint a munkatársait is, és most van az első alkalom, amikor azt mondhatjuk, hogy lehet erről beszélni. A 21. évi pénzügyi mérlege is pozitív volt, már ott is elmondtuk, meg most is elmondjuk, hogy ez a mérleg nagyon nehéz, mert hogyha úgy tud nyereséget termelni, hogyha kevesebbet ruházva. Tehát ez mindig egy játék, hogy mi az a beruházás, amit megcsinál, és mi az, hogy úgy lesz. Ha sok beruházást csinál, akkor nem tud nyereséget termelni. A lényeg az, hogy volt is beruházás, önkormányzati beruházás volt is nyeresége, a mérleg pozitív lett, és akkor mivel úgy láttam én, hogy ugye az ő munkáját tőle telt mértékben
jól csinálja, azt kértem a bizottságtól, hogy legyenek kedvesek 3 hónapos prémiummal támogatni az ő munkáját. A bizottság ülésen volt erről egy kis polémia, volt, aki kevesebbet javasolt, valamint is a bizottság megszavazta ezt a 3 hónapos összeget. Ezzel jött most a testület elé, tehát ez a javaslat, hogy 3 hónapos fizetéssel támogatjuk a igazgatónak a munkáját. Ugye? Akkor van egy bocsánat. Igen. Erről tartsa. Köszönöm szépen. Hát ha jól emlékszem, akkor már csak a bizottság védelmében mondtam, hogy a polémia nem a bizottság részéről volt, mert a bizottság az egyhangulat támogatta a 3 havit, hanem itt a felügyelő bizottság javasolt egy hónapot, de a felügyelő bizottságnak nem hatásköre javasolni. A felügyelő bizottság csak támogatja, hogy igen vagy nem. Lehetek később érkeztem, de én ezt szültem meg belőle, mert a szavazás is az volt, hogy az elnök asszony tartózkodott, és mindannyian egyhangúan megszavaztuk a maximális összeget. Nálam ez így jött le. Köszönöm szépen. Igen, de a felügyelő bizottság pont, hogy nem tett. Tehát ők azt mondták, hogy a felügyelő bizottság csak annyit mondott, hogy ők támogatják, de az, hogy mennyire azt a bizottság részt a testületet, tehát csak azért, hogy ez ne egyet pontosítjuk, tehát a felügyelő bizottság, én emlékszem, kényszerűen nem tett konkrét javaslatot, hogy hány nap illetve, hány év legyen, hogy nincs hát ez legyen. Hány havi. És úgy emlékszem, hogy arra senki nem tett javaslatot, hogy egy havi legyen, hanem az urat tartózkodott a szavazásnál, de csak a 3 havi van, az ott én emlékszem, mert csak hogy pontosan. Köszönöm szépen. A bizottság nem mondja, most biztos. Nem írta fel egy ilyen bizottság, hanem hónap előtte volt. Jó, és be. No, oké, akkor nincs hozzáfűzni, valahol felolvastam a 2 pontot. Leányfalu nagyközség önkormányzat képviselő testülete megállapítja, hogy Leányfalu Termálhidró Kft. 2021. évi beszámolóját 17.453.000 forint adózott eredmény nyereség mellett fogadta el. Az előző években veszteségesen üzemelt az önkormányzat által alapított Kft., de a 2021. évi beszámoló értelmében 17.453.000 forint adózott eredmény nyereség mellett jutalom illetőnek a megbízottak, az üzleti terv teljesítésétől függően évente egy alkalommal. A 34/2016 számú határozatát figyelembe véve a felügyelő bizottság egyhangulag javasolja az ügyvezető igazgató jutalommal való részesítését, melyel a pénzügyi, gazdasági és településfejlesztési bizottság egyetért. A határozat első pontja értelmében figyelembe véve a 2021. évi 17.453.000 forint adózott eredmény nyerességet a pénzügyi, gazdasági és településfejlesztési bizottság támogatása mellett Kalóp Zoltán üzlető javadalmazási szabályzat 14.1 pontja alapján egyszeri 3 havi bruttó 2.100.000 forint jutalomban részesíti. Ez volt a javaslat, aki ezt el tudja fogadni, azt kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen, elfogadva. És most a következő. Itt van. Döntés Leányfalu termálfürdő nyilvántartási rendjéről. Nyilvántartás. Nem baj, hogy erre. Erről beszélgettünk már, hogy igazából korábban ezt testületi döntésekkel meghatároztuk, az elmúlt években nem volt külön döntés erről, és most, mivel a település területén 2 új vendéglátó egység is ezzel fordult a településhez, megnéztük, hogy minden rendben van, és akkor derült ki, hogy akkor a célszerű termálfürdőnek nyitottását is szabályozni, tekintettel arra, hogy szombaton és pénteken éjszaka van éjszakai fürdőzés, és hogy legyen minden teljes mértékben jogszerű. Ezért kerül erre a döntésre most szó. A jelenlegi nyitottát szeretnénk szabályozottá tenni. Van esetleg valakinek hozzáfűzni valója, hogy a jelenlegi jogszokásban lévő, vagy szokásrendben lévő nyitottatartást végül is megerősítsük. Nincsen, akkor felolvasom.
képviselő, Leányfalu nagyközség önkormányzati képviselő testülete Leányfalu termálfürdő nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg hétfőtől csütörtökig, valamint vasárnap reggel 6 órától este 19 óráig, pénteken és szombaton reggel 6 órától 19 óráig, valamint 20 órától 24 óráig még iszkai fürdőzés legyen nyitva, aki ezt el tudja fogadni, a készlátartásra jelezze. Köszönjük szépen! Ezt nem mondjuk most, hogy melyik van most? Nem. Az átülés kapcsoljuk. Nem, még a kegyelmet. Hát a két... Jegyárakra. Köszönjük szépen. Következő napi pont a jegyárak. Itt két intézményünknek a jegyáráiról volt már szó. Az első a pénzügybizottságon volt szó a pénzügy, a termálfürdőnek a tervezett jegyáráiról. A másik pedig a most induló múzeum, illetve kiállítási tér. Ugye mind a kettő volt a pénzügybizottság előtt, és mind a kettőt a pénzügybizottság végül is támogatta. A termálfürdőnek az árai egy ilyen 20-50-80% között emelések vannak, a kiállító térnél pedig egy most megindult szabályzás van. Én felolvasom, hogy pontosan melyik? Nos, az első úgy néz neki, egyébekben, felolvastam őket? Felolvasom most, a termálfürdőt felolvasom, hogy valaki nézze, akkor hallja, hogy milyen állapotra számíthat. Tehát ez mihelyes lefog, ugye azt tudjuk jól, hogy az elmúlt két évben nem volt mód belépő jegyemelésre. A pandémia okoztak vészhelyzetben elrendelt a kormányzat, hogy nem lehet emelni az önkormányzat által fenntartott intézmények belépő bérletügyet, stb. És most nyílik majd rá lehetőség július, legkésőbb július, vagy tudásunk szerint július 1-től lesz lehetőségének a megemelésére. Kíváncsi Miklós, parancsolj meg. Bocsánat, köszönöm a szót, csak egy meglehetősen friss reménykedőnk, hogy a miniszterelnök úr kihirdette a háború miatti veszélyhelyzetet, hogy ez nem jár automatikus az, hogy megint nem emelhetünk, hanem arra majd külön meglátjuk, hogy milyen rendelkezéseket hoznak, és attól függ. Tudomásunk szerint nem lesz így a tartalma, mint az előző veszélyhelyzetnek, de ezt most úgy fogadjuk el, hogy amikor lehetővé válik, akkor megemeljük. Hiszem arról is volt szó. Igen, ha az internáció rendelkezésekben ezt majd szabályozzák, és az ellentétes lenne, akkor nem emeljük fel, hogyha erre nem férne, hogyha ez lehetővé válik, akkor megemeljük. Tehát ez így van. És ugye nem csak azért emeljük, mert már régen emeltük meg, hanem azért, mert minden állnak. Ugye a lakossági rezsi csökkentés nem érvényes a közintézményekre, hanem a különböző üzleti vállalkozásokra. A termálfürdőnek a rezsiköltségei nagyon megemelkedtek, tehát a gáz, villany és egyéb árak magasabb, muszáj nekünk bevételt hozni ahhoz, hogy ezt a fenntartást tudjuk biztosítani. Tehát a lehetőség szerint, amikor ez lehetséges, akkor így változnának meg a díjak, ami azt jelenti, hogy a felnőtt belépő 3000 forint, egy napra a nyugdíjas igazolvánnyal 1200 forint, a gyermek 4 és 14 éves kor között 1700 forint, a diák igazolvánnyal 1700 forint, helyi lakos lakcímkártyával 1900 forint, tehát míg a felnőtt 3000, addig a helyi lakos 1900 forint ennyi a kedvezmény. Reggeli úszásra van lehetőség, 6 és 8 óra között, szeptember 1 és április 30 között 1500 forintért lehet bevenni a tengerőszni. Délután szintén szeptember 1 és április 30 között 1500 forintért lehet bevenni úszni. Éjszakai péntek, szombaton, éjszakai fürdőzés 8 és éjfél között 3000 forint, családi jegy kedden és csütörtökön több gyermek is lehet, és egy felnőtt, az 1500 forint per fő. Kísérő, aki ugye mondjuk a oktatást a menő gyereket elkíséri, vagy a vízilabdázó gyereket elkíséri, ez fürdésre nem jogosít, de belépésre meg kell váltani, az 500 forint. Értékmegőrző 900 forint, kerékpárja 500 forint. Ezekkel az árakkal indulna el a fürdő, amikor lehetőség lesz az emelésre az első alkalommal, irányító tudásunk szerint július 1-től. Jó, az a lényeg az, hogy a helyi lakosoknak
1900 forint most a belépő, és a többieknek külső, tehát 3000 forint az a kedvezmény a hivatosoknak. Ez volt a fürdő, köszönöm szépen. És akkor akkor aki el tudja fogadni a termálfürdőnek ezeket a emeléseit, azt kérem jelezze, köszönöm szépen. És akkor a most megnyílt Kravasz László Emlékház Egyház Gyűjtemény és Rendezvény Központnál kiállított térnek a megtekintésére vonatkozó jegybevételek kerültek meghatározásra. Ez pedig úgy néz neki, hogy teljes áru integrál belépőjegy 3000 forint, és akkor kedvezményes integrál belépőjegyek 6 és 26 év között 1500 forint, nyugdíjas 1500 forint, és legalább 2-18 év alatti személy kísérő és azok PTK szerinti hozzátartozója 1500 forint. Csoportos normál 20 forint fölött 2000 forint, csoportos diák 1000 forint 20 forint fölött, családi egy max. Két szülő és vagy nagyszülő és akár mennyi gyermek, tehát a saját gyermekek bármennyi nagy család érkezhet, 5000 forintért emelt a kiáltó térben. Bérlet, éves korlátlan belépés valamennyi kiállításra 10000 forint, szakmai 1500 forint. Időszaki kiállításra belépő jegy teljes áru 1000 forint, kedvezményes jegy pedig 500 forint. Ezeket határozta meg a non-profit KFT vezetősége. Továbbá támogató jegyre is van lehetőség, amely 5000 forint. Van díjtalan belépésre is jelentő lehetőség, ezt a jogszabály szabályozza, ez is lehetőséges, és tárlatvezetést is lehet kérni, különböző lehetőségek vannak. Ezt tehát meghatározta a non-profit vezetősége, a pénzügybizottság elfogadta és támogatta azzal, hogy az ő pénzügyi terveiknek megfelelően ezt határozták meg. Úgy láttuk, hogy ezek a határok a piac viszonyok között, illetve a nyújtott szolgáltatás tekintetében megfelelőek. Azóta van-e valakinek észrevétel ezzel kapcsolatosan? Nincs. Támogatjuk. Kérem, hogy támogassuk ezt is. És bízunk benne, hogy behozza a remélt kulturális és pénzügyi terveket, megvalósítják ezek az árak. Jó. Látőlés. Más mint Eszter Leó. De ő nem zárt? Nem, most hát nem. Mindjárt ott tárgyalhatunk volna, csak hogy akkor nem. Hát azt, amit te mondtál, azt meg, amit a Péterék mondtak, a cserkészek, meg ott a játszol. Nem csak a cserkészek. Akkor tudom, hogy az meg, 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 meg a... Akkor megnyitom, jó? Egyébként ezt nyilvánosul is a tárgyaljuk. Arról van szó, hogy a Zorgilának van egy kis régi bőrfülkéje, főbejártól jobbra. Ez is őrfülke, ez kb. Egy olyan 10-15 méter nagyságú, még annyit nincs is. Ez jelenleg elhagyatott állapotban van, elég kutyogó alakulata és hát nincs jó állapotban. Ezt az elmúlt időszakban senki sem használta, bár korábban a jelenleg a kertészetet működtető szociális szövetkezet igényte a formát rá, de az elmúlt két és fél évben semmi ilyen szinten nem foglalkoztak ezzel az épülettel ők sem, és jelentkezett az elmúlt időszakban egy helyi, már nem helyi, de sokáig helyi őstermelő, aki most már Pomázon él, de itt is árulja termékeit, és ő azt mondta, hogy ezt a helyiséget, mert más helyiséget nem talált Lánykról, ő szeretné használni. Azért nem mondom, hogy bérbe venni, mert igazából nem díjat jelölt meg ellenszolgáltatásképpen, hanem különböző tevékenységet, tehát hogy rendbehozná ezt az épületet, felövítene valamelyest, illetve a környékét rendezni. Ezt ajánlotta föl azért, hogy minimum hetet egyszer, de alkalmatlan többször is itt eladja a termékeit. Az elmúlt időszakban ez úgy szokott történni, hogy ő interneten meghirdette, hogy kb. Mennyi terméke van, sárga barack, málna, stb. A neten jelentkeztek a helyi lakosok, hogy akkor ők mennyit vásárolnak, idehozta ezt egy gépjárművel és egy garázsból eladta. Annyit én hozzáteszek személyesen, hogy ez egy olyan szolgáltatás, ami sok embernek kedvező, mert hogy itt házhoz hozza végül is a kis gyümölcsöt, és azért szeretik a lakók, vagy a lájkulósiak, meg mások is ezt a fajta lehetőséget viszonylag kényelmes. Ezt a szolgáltatást szeretné működtetni ebben az esztendőben. Ez a javaslat, és akkor erről kérem most akkor az észrevételeket meg a hozzáfűzni. Kövesdi Miklós, Szabó Péter, Karacsony.
köszönöm szépen a szót. Ugye, bár valóban a szociálisztvet kérdem azt nyert, de mégiscsak a kérdeti szerződés része, tehát ez mindenképpen elsősorban. Hogyha bármilyen szinten támogatni szeretnénk, ezt velük kéne egyezkedni, de hát azért ennek megvan az a hátulati veszélye, ugye ez évről évre nagy probléma, hogy így birkózunk a szociális szövetkezettel, hogy mi kapunk cserébe azért, hogy ők ott vannak, és mondjuk ha ez létrejön, akkor ezt is ők úgy számolnák, hogy na, akkor ezt ők csinálják nekünk, mint ahogy például, hogy azt a kis két ágyást megcsinálják, a bozóik gondozzák, és azt is az Ákos nem jött elő, hogy akkor az a szociális szövetkezetnek a tevékenysége, úgyhogy ezt én nem tudom, jó ötletnek. Az, hogy ez az épület használható el a cél, hogy nem, az az a kérvényező baj, ezt rábíznám. Meg a másik, hogy azt a terület, tehát ott van cserkészek, mert azt mondja, hogy a cserkészek szerintem gondozzák, tehát nem látom, hogy mit nyernénk vele. De ezt majd Péter jobban tudja, hogy pontosan ez mennyire érinti őket. Köszönöm. Ugye onnan ismerjük az igényt, ahogy röviden megfogalmazta az István, most nincs itt, nem tudja elmondani. Pontosan nekem nem állt össze a kép, hogy mire szeretné használni, hogy tárolni szeretne benne gyümölcsöt, vagy onnan akar árusítani, vagy egyáltalán mire használná, de amit én itt elképzelek, az egy olyan tevékenység, amihez valamiféle forgalom, autós forgalom kapcsolódik, tehát jönnek a vásárlók, leparkolnak, és megkapják a gyümölcsöt, közben jön egy következő vásárló, tehát egy ilyen forgalom alakul ki, és erre igazából az a kapu, hogy ez nem alkalmas, én azt gondolom, de ezt csak én feltételezem, hogy erre szeretné használni, mert hogyha arra szeretné, hogy csak ott tárol ládákat, és egyébként máshol zajlik ez a forgalom, és csak tárolásra szolgál, akkor adott esetben még alkalmas is lehetne, ezt az Istvánnak nem kéne erősíteni, ezt nem tudjuk. Ami pedig azt illeti, hogy a cserkészekkel ott hogy van, igazából nem érint minket a dolog, mert maga az a portásfülke, ez nem a cserkészeknek a használatában van. Közvetlenül igazából nem kapcsolódik ahhoz a részhez, amit mi karban tartunk. Közvetetten kapcsolódhat, tehát hogyha igaz az az elképzelés, hogy ott autóforgalom alakul ki, akkor biztos vagyok benne, hogy ott azt a cserkész otthon előtti részt is igénybe fogják venni, tehát nem lehet elkerülni, hogy oda beálljanak, megforduljanak, de igazából azt a fordulódást sem értem, hogy képzelni az István, mert nem hiszem, hogy ez nagyon alkalmas, elég szűkek ott a helyek, tehát én nem javaslom, hogyha ezt szeretné, hogy ez legyen a jó megoldás. Valami olyasmit gondolnék el, hogy valami nagy parkolóban, tehát mit tudom én, a nagy parkolónk, ami ott lent van a Dunaparton, az alkalmas lehet, csak ugye az majd raktározásra nem alkalmas. Egy konténert el lehet helyezni, hát nem tudom, szeretnénk-e konténert, nem szeretnénk. Tehát valami megoldás az inkább ahhoz lenne hasonló, ahogy volt egy parkolóban. Azt hiszem, hogy ez nem tudom, szerintem. Ja, és ugye szerződésileg meg ez ugye más használja. Mi engem keresett meg az István, én mondtam neki, hogy esetleg nézze meg ezt, mert ugye az elmúlt években ezt rendszeresen, tehát aki már így találkozott vele, vagy azt tudja, hogy miről szól, hát korábban a volt Gréti Panziónak a garázsát használta arra, hogy amikor megvan a X darab vásárló jelöltje, akkor egy gépjárművel eljön, az tele van bekeszekkel, ezeket lerakja ott, és akkor, hogyha is közös, akkor benn van, és akkor onnan méri ki a 1 kilót, 2 kilót, 3 kilót, odaadja és elveszi. Tehát igazából én most úgy gondolom, vagy a tapasztalatokat azt kell mondanom, hogy ezt ő arra használná, hogy aznap este oda megy, belaki azt az X darab edényt, rekeszt, és akkor jönnek a vetővevők, akkor ott leméri, tehát kiméri, tehát egy ilyen pillanatnyi átadásra szolgálna ezt, tehát nem raktározna ott, hanem a átadó tevékenységét ott bonyolítaná le. Eddig ez úgy történt a Gréti Panzió esetében, hogy az autósok pedig a járdára álltak fél lábbal, vagy félig felálltak a járdára, és az sem volt persze szabályos, de így működött valamennyire. Én azt gondolom, nem szeretnénk Esztendei Istvánnak a prókátorra lenni, de a lényeg az, hogy itt
látta, hogy eddig is az esküvőknél is felállnak a terméskőkerítés, meg a járda között arra a részre az autó, így eddig is felállhatnának oda kívülről most is. Besétálnak egy edényen, megkapják, kiviszik az autóbus elvenni, tehát végül is ez. Én azt gondolom, hogy technikailag megoldható lenne kívülről, és nem kéne ezért a belső részen használni autókat. Ez lenne az ő tevékenysége, az én elgondolásom szerint. És amit beszélgettünk, és egy javaslat, vagy egy felvetés volt, beszélgettünk a jegyzőasszonyos, meg jegyzőasszonyos, esetleg lehet abban gondolkodni, hogy azt mondjuk neki, hogy ha rendbe hozza, akkor erre az évre mondjuk szeptemberig használhatná így, és akkor a tapasztalatok alapján a jövő évben meg lehet beszélni, hogy akkor már pénzért, vagy nem pénzért, vagy hogyan. Tehát, hogyha rajtam múlna, és föl kéne ezt vetni, akkor azt vetni, hogy mi lenne akkor, hogyha rendbe lakna ezt úgy, ahogy valamennyire, és akkor ezt ő szeptemberig ebben az idényben így használna ezt a dolgot, és ezt el tudnánk-e fogadni, hogy sem. Én így terveztem emberét, bár de maga a kérdés nem így, pont így szólt, de így tudom átfogadni, hogy ez lehetne esetlegesen a lehetőség. De hogy ez jogilag is hogy néznek ki, ezt meg kell, hogy egyszer azt, hogy mondja, hogy itt az árusításnak minden a hivatalosan jogi rendszere vagy lehetősége. Mondjam, akkor két dolog. Az egyik az, hogy amit a Kövesdi képviselő is mondott, ebben a szövetkezetnek a bélemény területéhez tartozik. Akik az István, bocsánat, most látom. Ezért biztos, hogy velük meg kell állapodni, és módosítani kell a szerződést. Tehát hogy ez lenne az alapkoduló pont. A másik, ami nagyon fontos, lánytól vonatkozásában, hogy szerencsére én nagyon örülök ennek a korábbi testvéri döntésnek, már nem emlékszem, hogy melyik évben született, de azt tudom, hogy egyetértettünk abban a képviselőkkel, és volt lehet, hogy pénzügybizottság, igen, biztos, hogy a pénzügybizottság is tárgyalta, hogy Leányfalut az egész évvel iparüzéssel úgy fizett. Jó napot kívánok, szervusz! A mozgó árusítást az a testet, a korábbi testet vissza tudjuk keresni, az utcai mozgó árusítás egy esetben tette lehetővé, a helyi őstervő, tehát a helyi őstervő igazolványnál rendelkezik, azok megállhatnak és árusíthatnak. Most volt konfliktusunk ebből, ebben árusítás kapcsán. Twinsoter előtt árultak, neki nem volt helyi őstervő igazolványa, beszerezte, most már innentől kezdve nincs akadálynak, hogy ott áruljon. De az a lényeg, hogy akik egész évben iparőzés adót fizetnek Májfóra, gondolok itt a zöldségesre, nem teheti meg vele szemben, vagy ha több ilyen zöldséges van, nem teheti meg vele szemben a képviselőtestvel, hogy olyanoknak ad teret a közterületen az árusításra, akik csak megjelennek, átadják az áruk iparőzés adót, nem fizetnek az önkormányzatnak, foglalják a közterületet. Tehát ez a korábbi döntés. Na most vannak ugye helyi őstermelők, szabályosan árulnak. Ez maradkozik a mozgó árusítása, tehát amikor közterületen, parkolóban itt ott valaki megáll és árusít. Más vonatkozik üzlethelyiségből, folytatja a kereskedelmi tevékenységet, ezt már be kell jelenteni. Ennek ugye már egy szakhatósági háttere is megvan, tehát mérlegelni kell, hogyha közterületet adod az önkormányzatnak, a helyi őstermelőnek adhat most szabályosan a közterületet, és közterület használati engedélyt kell ehhez kérni az önkormányzattól, vagy az üzletből árusításnál pedig hozzánk be kell feladni a kereskedőnek, és akkor be kell jelenteni ezt a tevékenységét, és a szakhatóságoknak is hozzá kell járulni. Ez vonatkozik most már. Tehát akkor, hogyha valaki nem helyi lakosként árul terméket, akkor ő utcára nem is lehet. Nem árulhat, csak a helyi őstermelő. Akkor megjött Eszterle István, aki ezt kérdezte, akkor csak röviden mondd el, hogy te mire gondoltál itt, mert én már próbáltam felvázolni, de akkor a saját szavaidra részre is foglalt össze. Hagyjad a kapcsolatot. Jó. Köszönöm. Hát tulajdonképpen egy olyan a termelői élelmiszernek egy olyan korszerűbb közvetítéséről volna szó, ami alapvetően egy webáruházasági rendelésen alapul. Több leadó pontot, átadó pontot kívánok alkalmazni. Ez jelenti, hogy több településen is lenne átadási lehetőség, és így
tekintve, hogy én a bárféle tevékenységemet Várifalun kezdtem el annak idején. Még itt van a legnagyobb vásárlói igény, mint egy 180 család, az, amely kötődik a tevékenységemhez általában. Most ezt bővíteném, hogy más termelőknek a termékeit is ilyen módon közvetíteni, tehát közvetlenül a termelőtől a fogyasztónak. Most átadási pontról van szó, tehát végeredményben ilyen webáruházon keresztül megrendelt, előrendelt terméket egy találkozó alkalmával átveszik, és utána mindenki megy a jogára. Tehát egy folyamat, nem történne egy folyamatos árusítás, mint a példának hozott Twins Hotel előtti árusítás. Eddig magán tulajdon ingatlanokon kaptam lehetőséget, hogy ezt bonyolítsam, de hát különböző oknál fogva részben, mert fedetlen hely voltam, vagy tulajdonosváltás miatt el kellett jöjjek. Lényeg az, hogy nyilván az időjárás viszontagságaitól egy védettebb helyre is szükség van, hogy legalább azra a rövid idő alatt azért az ára mégsem menjen tönkre, és ezért keresek lehetőséget, hogy hol lehet az egy másfél órányi időtartamra védelem alá helyezni a mindenkori járóférességet. Tulajdonképpen ez irányban keresem a lehetőséget, polgármester urat is ezzel kerestem meg, és váltottunk szót arról, hogy hát per pillanat esetleg az Orbillának a paporta fülkéje jöhetne maximum számításba az önkormányzat részéről. Másodban még nem léptem, nem kerestem, tekintve, hogy mintegy három évvel ezelőtti szerveződés kapcsán az önkormányzat minden tagjától az ügy támogatását nyertem el. Úgy gondoltam, hogy első lépésben az önkormányzattól kérnék erre egy támogatási lehetőséget, hogy valamilyen helyiségben valahol ezt a tevékenységet folytathassam. Hát most itt a jegyzőasszony által elmondottakkal nem számoltam, eddig nem voltam ismeretében. Nem tudom, hogy lehet-e megoldást találni. Feltételezem, hogy ha továbbra is fennáll a önkormányzatnak a támogatási szándéka. Köszönjük szépen, most akkor inkább értelmeztük csak azt, hogy amiket a jegyzőasszony elmondott, de szerint a külső, ez a webáruházas dolog, ezt fogja, hogy lehet ebbe lehetni, vagy melyik kategóriába lehet ezt belakni? Igen, gondolom, hogy ez egy bejegyzett társaságként végzi, ugye? Tehát csak gondolom, hogy ahol a székhely van ennek a cégnek, vagy egyéni vállalkozó. Hát most mint egyéni vállalkozó, igen. Iparüzési adót fizet az adott településen. Tehát most azt kell mérlegelni, hogy én úgy tudom, hogy amikor ezek a korábbi beszélgetések voltak, akkor bár én azt nem talán egyszer, hogyha egy fél mondatot, tehát nem emlékszem, hogy beszélgettünk, de tudok az előzményekről, hogy ő még akkor itt lakott. Igen. Abban az időszakban. Nem tudom, ez testület mérlegelésének a kérdése, és nem megbánta senkit, és az ön kezdeményezés is nagyon pozitív, csak mondom, akkor ezt abban a szellemben hozta, egyébként vállalom az én javaslatomra a képviselőtest ezt a döntést, hogy azok, akik egész évben ideadóznak, itt viszik a vállalkozásukat, őket ne hozzuk olyan helyzetbe, hogy bármilyen mozgó árusítással vagy ilyen árusítással az ő bevételeiket csökkentjük, vagy akár tönkre tesszük. Mert hogyha most bárkulom, hogy beengedünk 15 eperárust, akkor valószínűleg a mi zöldségesünknek az eperforgalma, most mondok egy helyi mostani példát, akkor ez le fog csökkenni. Tehát ezt méltánytalannak éreztem, meg érezt az akkori testület is.
Nyilván lehet azt a korábbi testületi döntést módosítani, lehet teret engedni az ilyenfajta tevékenységnek, csak azt is meg kell érteni, hogy nekünk az itteni vállalkozókat kell előnyben részesítenünk. Van arra is lehetőség, hogy napi iparőzési adót fizessen a vállalkozó, ennek a 5000 forint a díja, tehát erre is van, akár hogyha van egy vásár, vagy szervez valami olyan lehetőséget az önkormányzat, akkor kiadhat területeket, és ezt a napi iparőzési adót, aki befizeti, az egyszer végeztet az napi ilyen tevékenységet. Tehát erre is van a helyi adórendeletben lehetőség. Igen, ez az önkormányzat... Mert most úgy vagy a testület mondja először, és utána viszont a szocsán, tehát akkor a védelmek volt készfenntartással. Igen. Igen, egy olyan ehhez kapcsolódó kérdés, hogy ugye ez egy webáruházas vásárlás, és ilyen azért szokott történni mindenki a faluban azért rendel webáruházból, és ilyenkor egy-egy átadó pont, vagy haza a házhoz szállítás van, vagy pedig átadó ponton veszi át az ember. Ugye van itt a CBM-en is egy ilyen csomagautomata, a postához is lehet rendelni, több ilyen dolog van, hogy ezekre is ugyanúgy vonatkozna ez az önkormányzati rendelet, vagy akkor ez hogyan hozható össze, hogy az érdekek mesélődjenek. Akkor nem volt még ilyen, ez lehet egy új probléma, hogy becsolódhatunk. Akkor ez egy messzebbre vezető kérdés. Bocsánat, hogy beszélünk. Nyilván van ilyen, meg jogszerűen is végezheti ezt a tevékenységét. Itt most a lényeg akkor ütközik, tehát végezheti ezt a tevékenységet, hogyha mondjuk az önkormányzat tudtával közterületet vesz használatban. Tehát a közterület használatnál viszont akkor már ezt, ugyanúgy, ahogy az őstermelő is, aki például itt a patika előtt az a rölgy, aki járul, neki is őstermelő igazolványa, a közterület használati engedélyt kér, ezt egy nagyon jutányos áron megölti az önkormányzat, végezheti ezt a fajta tevékenységét. CBA-nál az nem közterület. CBA terület. Pontos. Bocsánat, ez az úgy érzem, hogy tulajdonképpen ebben felsőbb dologról vitatkozunk, hogy ha jól értelmezem, nem vagyok, hogy ez majd kijavítják külét, akkor mi tulajdonképpen ezt a portásfülkét nem adhatjuk oda, mert hogy most jogilag mégis a szeretkezeté, tehát most hiába mondjuk, hogy menje oda, de csak akkor mehet oda, hogy a szövetkezettel megállapodik. Tehát két külön dolog van. Az egyik az, hogy egyáltalán jogilag lehetséges-e, de én úgy érzem, hogy egy papíratban az önkormányzat abban nem tud dönteni, hogy akkor abban a oltás fülkében legyen. Tehát, hogyha jogilag lehet ilyet csinálni, akkor ő elmehet a szociális szövetkezethez, és beszélhet arról, hogy szeretnél. De jó, akkor létszerűen fogjátok külön. Mi az önkormányzat és a szövetkezet között létrejött szerződést kell módosítanunk, amennyiben a szövetkezet erre nyitott, erre a lehetőségre. És hogyha az önkormányzat odaadja ezt a területet, akkor ő, mint bebáruház, ott abban a fülkében, hogy bármilyen magánjellegű ingatlan, vagy magáningatlanban, mert most tekintsük ezt is, hogy magáningatlan, csak az önkormányzat a tulajdonos, egy zárt helységben webáruház átadó tevékenységet végezhet. Onnantól kezdve, hogy kimegy meg a nagy parkolóba, onnantól kezdve azok a szabályok vonatkoznak rá, ami az akkori testületi döntésben van. Közterület használati engedélyt kell kérni, iparűzési adót, napi iparűzési adót kell fizetni. Egyébként pedig ő főszabály szerint a egyéni vállalkozóként fizeti az iparőzés adóját arra a településre, ahol neki a vázi székhelye van, tehát Tomáz, akkor lehetséges, hogy jelen esetben pusztán a szövetkezettel kell megállapodnom. Önkormányzat kellene. Hát ugye a szerződés szerint a szövetkezet kezeli most, ahogy értesülök róla. De nem adhatja a bérlet. Nem van is bérlet. Nem jön? Mindjárt most a kétszeres. Nem fogadhatja be a szövetkezet a... Tudomásom szerint nem. Biztos, hogy benne van a szerződés, nem olvastam végig, hogy az önkormányzatnak minden szerződés, még a strandnál is benne van a strand szerződésében, hogyha valami bérlővel köt szerződést, vagy használóval, akkor engedélyezni kell ahhoz, hogy az a bérlő vagy használó továbbhatossa.
Hát, hogy a szövetkezetnek tagja. Belépsz a szövetkezetbe, azt lehet. Ez egy olyan cím, nyugtalan profit szerzésnek minősülne, hogyha a szövetkezet az tovább vagyok. Nem is adhatja, mert ingyen. Nem, mert ugye ő nem fizet semmit, szociális szövetkezet, ugye. Most kap valamit ingyen, ő nyilván valamiért odaadja. Ezekkel jogi buktak. Ha lefordítom, akkor az elképzelhető megoldás, hogyha az István megegyezik a szövetkezettel, hogy legyen, akkor ő áramlat, hogy ezt a belép a szövetkezet. Igen, hogyha benne van a szerződésben, hogy alapéletlenül mondhatja a szövetkezet, azt szinte biztos, hogy benne van, lesz ilyen típusú szerződésük, akkor csak abban az esetben, hogyha mi módosítjuk ezt a mindenkinek ez a szándék, és módosítjuk ezt a szerződést, akkor lehetséges. Egyébként, amit mondtam, hogy bebáruházas formában, ő abban a helységben, tehát a magát, a pénz átadás átvételt nem folytatja, az már kereskedelmi tevékenység. Tehát a webáruház az azt jelenti, hogy megrendeli, hogy valaki átutal, kifizeti arányt, megküldi a számlát, ezután ugye iparüzési adót fizet, de onnantól kezdve, hogy itt már egyfajta üzletként funkcionál, hogy ott csak elmegy a megrendelés, és itt készpénzben fizetnek, ez már kereskedelmi tevékenység, tehát ez már bejelentés kötelező. Úgyhogy itt ezt szabályosan csak abban a kis helységben is csak úgy végezheti, hogy bejelentkezik hozzánk abban a helységben, és akkor annak minden ódiumával, tehát online pénztárgépre és egyebekkel működhet ez szabályosan. Tehát, de hogyha az van, hogy a megrendelő megrendel 2 kiló barackot, átutalja az ön számlájára, ön kiállítja a számlát, és itt csak az van, hogy fizikailag átadja megrendelt terméket, mint bármelyik átadó ponton, vagy akár ilyen csomagautomatában. Ez már egy teljesített transzakció, már csak az átadás csúszik el a tevékenységtől. Akkor tehát ez közterületre, illetőleg önkormányzati tulajdonterületre vonatkozó szabály. Ha bármi más magántulajdonon belül bonyolítanám ezt, az nem bejelentés köteles, vagy Tehát, ha magáningatlanon bonyolítja, és ott pénzforgalmat hajt végre, az ugyanúgy vonatkozik az ordinás a kis helységére és a magáningatlanra is, csak ott ugye nem lép be az a közterület használati engedélyt kell kérnie. Nincs az, hogy azután napi iparűzési adót kell fizetnie, mert az a mozgóárusításra vonatkozik. De ha bent ön kereskedelmi tevékenységet végez egy magáningatlanon, az ugyanúgy bejelentéskötelés lenne, az ugyanúgy az azonnali számlaadásnak a lehetőségét kell biztosítani. Tehát óvatosan kell bánni, mert azért mindig hogy ez legálisan és megfelelően támadhatatlan módon folyik. Én azt javaslom, hogy a klasszikus webáruházi tevékenységet végezik, az ami támadhatatlan, tehát megrendeli a vevő, kifizeti, számláton kiállítja, és elektronikus számlázás nagyon egyszerű, és csak akár egy magáningatlan, csak az átadást végzi utána. Ez, ha magáningatlan ingyenesen kap egy ilyen lehetőséget, innentől kezdve ez teljesen jogszerű és támogatható. És ugye ezt megtenni az ordinában, akkor színházban, hogyha megegyezik a... Ha átadópontként működik, és mi módosítjuk a szerződést a szövetkezettel, amennyiben az van benne, hogy belép a szövetkezetbe, akkor átadó pontként, úgyhogy mindez az előzetes dolog megvalósul, tehát hogy ott pénzforgalom, kereskedelmi tevékenység ott abban a helységben nem valósul meg, akkor ez átadó pontként, valóban szó szerint átadó pontként működik már csak. És akkor teljesen legális. Szabályos. Ez nem olyan tevékenységi köre. A gazdasági ellenszerzés és jövőben akkor nem lehet, mert ugye ott van már a gazdaság. De ez már a szociális szövetkezet felelősség, hogy itt el kell felépni a szövetkezetet. Nos, akkor hogyha erről az épületből boldogunk tovább, és akkor első körben meg kell egyezni, akkor mégiscsak a szociális szövetkezettel kell erről beszélni, és ha nyitott erre a szociális szövetkezet, akkor közösen bejönni, és akkor megtárgyalni, hogy mi a lehetőség. Ha meg máshol, akkor pedig
A saját felelősség az már igen. Hogyha itt, akkor ezt ilyen formában lehet megvalósítani ebben a dologban. Jó. Köszönöm szépen. Köszönöm, és akkor reméljük, hogy fog működni a dolog, mert sokan szeretik. Hát, és szeretném bővíteni, hogy más minőségi áru is ide isson, hiszen ugye hiányolták az emberek a termelőjével, hiszen már na, ismerjük a körülményeket. Köszönöm na, szépen! Jó, köszönjük szépen! Viszontlátás! És akkor az április? Utolsó? Akkor ezt lekezelnek valahogy? Nem.